Az utazó planetárium volt a karcagi nagykun református általános iskola vendége. Mint Földváriné Simon Ilona igazgatótól megtudtuk, két évente jön el hozzájuk ez a csoda. Negyedik alkalommal érkezett az iskolába ez az ismeretterjesztő előadás. A refisek számára a csillagászati és tudományos népszerűsítő program célja, hogy látványos előadások segítségével a diákok szórakoztató módon ismerhessék meg a csillagászat alapjait. Negyedik alkalom az, hogy meghívjuk az iskolában, és kihasználjuk az utazó planetárium adta lehetőségeket. Ez egy kuriózum. Nem csak a gyerekek számára, hanem a pedagógusok, a felnőttek számára is. Hátunk mögött ugye itt látható egy planetárium, és ezért szoktuk elkérni a református gimnáziumnak a tornatermét, tehát tulajdonképpen most itt vagyunk, és első osztálytól hatodik évfolyamig jönnek át a gyerekek, óránként váltják egymást, és az életkori sajátosságoknak megfelelően készített egy olyan 35-40 perces filmet néznek meg, nagyon hangulatos, érdekes zenei aláfestéssel. Két évenként szoktuk egyébként ezt a lehetőséget kihasználni, és nagyon örülünk, hogy ilyet is megnézhetnek a gyerekeink. Tényleg, ahogy említettem, ez egy ismeretterjesztő. A műsorok összeállítói figyelembe veszik az életkori sajátosságokat. A diákok egy felfújható gömbkupolában mennek be, és a technika segítségével a kupola belsejére vetítik ki a csillagos égboltot. A tanulók úgy érezhetik magukat, mintha valóban az éjszakai égbolt alatt lennének, vagy űrhajóban száguldanának a csillagok között. Az alsó tagozatos gyerekek inkább a bolygókkal ismerkednek, a felső tagozatos gyerekek pedig már a bolygórendszeren egy picit túllépve, úgymond egy időutazás keretében fellátogatnak az univerzum világába. Ez egy ismeretterjesztő program, egy ismeretterjesztő lehetőség. A speciális digitális vetítés lehetővé teszi a csillagos égbolt mellett térhatású film bemutatását is. Felvételünk készültekor az iskola első 6 osztályos tanulói nézhették meg az ismeretterjesztő programot, akik számára az élmény házhoz jött.